korosztályt, nemet és sportágat váltunk. Női kiziladában egy 24 éves, már kisé befutott Ferencvárosi tehetséget választottak az évi játékosának, aki keket nyert zöldfejérek egyik húzó embere. 2011 díjazottja Szucsánszki Zita. Jöjjön a reggeli jutalomjáték gondolom edzés előtt, nem? Szia! Jó reggelt! Szerencsére csak délután van edzésünk, úgyhogy, úgyhogy nem, nem baj, hogy korán keltem, de... Na figyelj, azt mondnak, őszintén jó érzés, hogy ebben magad mögé utasítottad a Győri Lányokat? Nagyon jó érzés és nagyon örülök annak, hogy a, hogy a szakmától megkaptam ezt a díjat. Én úgy érzem, hogy, hogy így az évek során nagyon sokat tettünk a, a Ferencvárosért, így, így az egész csapat is. az, hogy, hogy ennek, ennek most egy kegyőzelem lett a, a, az eredménye, ez, ez szerintem szerintem egy, 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 olyan dolog, amiért megéri kézilabdázni. Ha némi nemű elfogódottsága magaddal szemben, de mégis megpróbálod objektíven értékelni a helyzetet, és majd mindjárt arról is szót ejtünk, hogy te másokat is azért a zsűri figyelmébe ajánlottál magad helyett, hogy más is megkaphatta volna, de te mivel érdemelted ki? Te! Mi van, ott van a keggyőzelem. Ott van a keggyőzelem, talán a, a az elbén, ott, ott volt, hogy ugye megkaptam a legjobb játékost így, így meccsenként a, azt a díjat, és, és igazából talán az, hogy, 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 az jön le a pályán, hogy így a szívem visz előre, és, és ezt már ezt többször hallottam meg, meg főleg az, hogy a, kökényből a, mondta nekem, hogy, 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 ez kell a, a fradiban, meg ez kell a kézlabdázáshoz, és ez, hát ez is egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy pont a mondta. Ez azt jelenti, hogy te nem ott kezdted, nagyon, hát viszonylag hamar oda kerültél, szóval te most már ízigvéri fradista vagy? Igen. És mit jelent neked ez a fradizmus? Igazából az, hogy, 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 ez egy nagy család, szóval az, hogy én a, én a Spartakuszból elkerültem ugye a Ferencvároshoz, és ott egy olyan, olyan világba csöppentem bele, ami, 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 nem is gondoltam volna, hogy ez a kézilabdázással együtt jár, az, hogy, hogy minden meccs után pacsizunk a szurkolókkal, hogy, hogy olyan dolgokat énekelnek meccsenként, ami, ami néha megmosolyogtat és, és jól esik, és az, hogy, hogy mindenhova elkísérnek minket, és tényleg ez a tévészereplés, az utazások, ez, ez, ez egy, ez más világ, és, és az, hogy, hogy, tényleg úgy érzem, hogy, 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 itt egy, egy családhoz tartozom, és, és hogy van miért küzdeni. Téged ebből a családból már nem lehetne kiszakítani? Nem. Tehát, hogyha te, te, te ez, hogy te bát, hogy egy nagy te nem, nem tudnál máshol játszani Magyarországon, csak a Földimon. Hát Magyarországon biztos, hogy biztos. csak a Ferencvárosba. külföldre sem mennék most már. Igen? Nem. hogyha én úgy fogalmazom, hogy egy kisé befutott játékos, azzal azt mondtam, hogy hát azért még fiatal vagy ahhoz, hogy ne álljon nagyon sok nagy siker előtt. Te magadat mennyire tartod? Tehát hol helyezed el a, a, a pályádon? Hol, hol tartasz te? Kb, a közepén tartok. Kb. a közepén? Igen, mert azért ugye most ebbe az évben szeretnénk másodikok lenni, ami jövőre egy BL indulást jelent, és ez egy olyan útnak a kezdete, ami, ami fejlődéshez kell, hogy vezessen ugye keményebb meccsekkel, több meccsel, és, és olyan, olyan, felkészüléssel, ami, ami szerintem, szerintem nagyon jó lesz a, a, Ferencváros számára, mert ugye látjuk, hogy a Győr is azért több éve ott van a BLB, és, és iszonyatos formában van, úgyhogy, úgyhogy mi is ezt szeretnénk elérni. Tehát ennek a pályádnak a második felét abszolút a Fradinál képzeled el, végig, igaz? Igen. Igen. mint például, az M M csak kökénybe erre utaljunk, meg erre a családra, és akkor ebben a pályának a második felében, szerinted mikor érkezik el az a pont, amikor ez a társaság be tudja fogni a győrt? De én nagyon, tehát hogy rendesen, tehát mondjuk meg tudja verni, le meg tudja előzni a bajnokságban. Igazából akkor, amikor mi is elhisszük, hogy meg tudjuk verni a győrt, és és azt kell, hogy mondjam, hogy, 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 hogy ráérünk arra, arra a feladatra, hogy, hogy, hogy meg is csináljuk, mert igazából én azt mondom, hogy a, a fiatal játékosaink vannak, ugye például az Ácsik Szandi, de mondjuk még én sem vagyok annyira öreg, ne, meg mondjuk náttam. a bal szélsőink, és, és igazából az kell, hogy, hogy hogy megérjünk erre a feladatra és, és az, hogy, hogy egy kis rutint szerezünk, amire például a Bélyán nagyon jó lesz. Ez a társaság, ez a kis csapat a Fradiban, ez a pályán kívül, az edzéseken kívül is barátnős? Hát te egy, egyértelműen, szóval az, hogy hogy, hogy most egy olyan ö, közös disznóvágás lesz igazából, így a, a, az, ünnepe, vagy az ünnep után, ugye karácsony után szervezünk egyet, ami teljesen spontán, szóval nem az, hogy nekünk kötelező módon oda kell menni valahova, hanem, hanem igazából nekünk ez a csapatpénzünkből, amit így összegyűjtöttünk, különböző szabálytalanságokból, és, és abból lesz ez, ez finanszírozva. És, és általában olyan jól szoktak sikerülni ezek a különböző főzések, tényleg ilyen kikapcsolódások. Ti sokat lógtok együtt, akkor, amikor nem kézi van szó? Hát igen, sokat lógunk, szerencsére. Ennek is nagyon örülök, mert tényleg mondjuk ez szerintem más csapatokra is igaz, nem, nem kifejezetten csak a Fradira, hogy hú, ez egy nagy Fradi család, és akkor mindig együtt vagyunk, de, 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 nagyon sokat vagyunk együtt, és jó is a hangulat. nekünk törfalazunk, neked kifejezetten jó a kapcsolatot az edzőtökkel. őtől legtöbbet követel, mint a többiektől? É, igen, úgy érzem. <laughs> Tehát dupla terhet igen, veszel a nyakadba. Igen. Hát nem könnyű. Van olyan, hogy ti Gáborral nem kézilabdáról csevegtek? Persze, persze, hogy van. Szóval az valamilyen szinten ugye munka is, és egy idő után így besokal az ember, hogyha, hogyha, csak azt hallja. Mondjuk együtt nézzük most a, a, vb nek a meccseit, de, de ugyannyira nem, nem sarkítjuk ki erre. De neked egyébként nehéz a kikapcsolás? Tehát azért benne élsz, tehát a kézilabda az életed. Most, hogy itt van a karácsony, most így jó, mert elmegyek vásárolgatni így ajándékot, meg, meg néha elmegyünk moziba, de egyébként egyébként nem, nem nehéz kikapcsolni. Január 11-én győr, meg tudjátok fogni őket? Megpróbáljuk, és, és szeretnénk is otthon. Hát igen, Gábor azt mondta, hogy ha ti a legjobb formátokat hozzátok, ők meg kicsit gyengébbek, botlanak, akkor összejöhet a dolog. Igen, azt hiszem két éve nyertünk otthon, amikor az a Ácsik Szandinak hát iszonyatos formája volt, szóval 15 gólt lőtt a győrnek, és a, a kapusunk is nagyon jól védett, szóval nekünk extra teljesítményt kell ahhoz nyújtanunk, hogy megverjük őket, de szeretnénk. Hát akkor ehhez jó felkészülést, jó munkát, és gratulálok még egyszer, csak így továbbra is köszönöm szépen. Köszönöm szépen. szépen.